hallódnak. Kolozsvári Grandier Emil meséje. Volt egyszer két vándorlegény. Az egyiket hívták Kancsalinak, a másikat Pancsalinak. Ez a két legény nagy útra tévedt, télidőben, s a pusztára értek. Vándoroltak, majd elvásott a lábuk benne, de emberre sehol nem leltek. A szemük pedig kopogott az éjségtől. Mikor vár-vár összerodtak, megláttak egy házat. Abban a házban éppen lakodalmat ültek. Szívesen fogadták őket, s adtak nekik egy sült ludat. Hadd teljenek el velük kedvükre. Mi alatt Kancsali megköszönte a ludat, Pancsali leszakította a fél combját, s gyorsan felfalta. Nem bírta már tűrtőztetni az éjségét. Odakünt az országúton, leültek az áropartra, hogy a ludat megegyék. Kancsali elővette a bicskáját, hogy majd két felé osztja. Hát akkor észrevette, hogy a lód egyik lába hiányzik. Hé, Pancsali koma, hova tetted a ludunk fél lábát? Kérdezte. Mire Pancsali így válaszolt. Egy lábú madár volt, ezt mindenki tudja. Azzal odamutatott a befagyott tóra. Állott ott vagy 20 lúd, egy lábon valamennyi. Oda néz, mondta Pancsali koma. Azok is ludak, azoknak is csak egy lábuk van. Valóban úgy látszik, hagyta rá Kancsali koma, de gyere csak, nézzük meg közelebbről azért. Fölállottak, és megindultak a ludak felé. Mikor a közelükbe értek, Kancsali koma hessentett egyet, erre ahány lód ott áldogált, mind leeresztette a másik lábát, s nagy gigázva előremodott a jégen. A nagy gábogástól ereszthettek egy lábat, mondta Pancsali koma. Mindjárt kipróbáljuk, felelte Pancsali. Ugyan bizony, ha miként próbálhatunk mi azt ki? Úgy koma, válaszolt Pancsali, hogy te hozzá látsz gábogni. Ha kieresztesz egy harmadik lábat, megkapod a sült lúd felét. Ha nem, ha megeszem én az egészet. Pancsali koma egy darabig gárogott, de új lába csak nem nőtt. Akkor aztán könyörgőre fogta a szót, mikor megvallotta, hogy bizony, ő ette meg a sült lúd hiányzó lábát. Kancsali koma azért megbocsájtott neki, s oda